Ezt nézzétek, az az átjáró, ahol átjöttem. Tehát ott a 20-as szelvénynél, és itt mellette meg van a temető. Tehát valószínűleg akkor a falu az így erre lesz, vagy nem is falu lesz, hanem város. Úgyhogy szerintem, hogyha itt eljövök erre, akkor előbb-utóbb meg lesz a vasút is. Hát nem zsákutca, úgyhogy mindegy. Irányzék szerint erre kell jönni, úgyhogy meglátjuk. Palcsó. Azért ismerős név nekem ez a Palcsó valahonnan. Nem mondani, ez lesz egy kis utószó a videóban, hogy jutottam vissza az állomásra. Mindegy, most ez most kalandozás videó lesz, úgyhogy már csak azért sem nézzek Google térképet, meg semmit, hanem így próbálok magamtól így térkép meg minden nélkül visszatalálni. Aztán majd, ha végképp nem sikerül és feladom, akkor majd előveszem a telefont és megnézem a Google Maps-et, hogy hol vagyok. De most akkor egy kicsit akkor most mondhatni, hogy játsszuk azt, hogy mondjuk 90-es évek elején vagyunk, mondjuk egy olyan 30 évet vagy egy 20 évet visszatekeltünk az időbe, és nincsen se papír alapú térkép, se Google Maps, se más. És próbáljuk meg így megtalálni a vasútállomást. Az még talán, az annyi csíz még lehet a dologban, az még engedélyezett, mondjuk, hogy valakit megkérdezzek, hogy merre kell menni, de lehetőleg ezt is hanyagolom. De hát mondhatni az ősidők óta volt, az már 60-as évben is létezett, hogy valaki helybéli, akivel találkozom, meg kérdezi, hogy merre van a vasút. De próbáljuk meg most enélkül is. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Technika nélkül is megoldani ezt a nagy bonyolult feladatot, hogy visszataláljuk a vasútállomásra. Ezt értek, a Napkelet utca. Sarkán találtam ezt a kézét, földbe lakott sínszálat. Egyébként ugyanazon az úton jött vissza, a másik az... és nincs kint utca távra. Nem is emlékszem, milyen utca volt, ez a Napkelet utca. Az egyik, és mindig tárpió szerén vagyunk. Ez pedig egy sínszál. Egyébként itt egy ilyen viszonylag szűkebb utca vezet, még mindig tovább jövesse, ugyanazon jövök még mindig. Hát majd meglátjuk, hogy meddig. Hát ameddig lehet ezen az utcán jönni, addig ezen megyek, mert szerintem ez nyílik. Ez a vasút fele megy, az biztos. Hát akkor lássátok, feleim, eljutottam egy buszmagállóhoz, és Marti út, és az első, amit megnéztem, az nyilván a menetrend, hogy azért mégis, tudják, tehát 14.25 van most, 14.57-kor például, sőt 27-kor is jön egy busz, azt meg is fogom várni, mert szerintem az érdemes ezt fotózni. És mutatja a menetidőt, hogy egy perc tápőszállás után más, tehát ebből rögtön rájössz, hogy nem lehet olyan nagyon messze. És közben a buszmagállóban látsz egy ilyen turista jelzést is, mert ezt is így észrevettem, hogy 0,7 km-re, és akkor jó irányba megyek. Gyakorlatilag ott véget ért az utca és stopptáblával, és akkor itt befordultam erre. És akkor bizony, 700 méter, és akkor itt van a vasútállomás. Tehát végül is jó fele jöttem végig. Ellentétben jó szokásommal nem is tévedtem el, vagy legalábbis nem nagyon. Lehet, hogy lett volna rövidebb út is, hogyha megnézem a térképet, de hát ez így nem rossz. Sőre. Úgyhogy mindjárt jön egy busz is, elvileg két perc múlva. Ezt megvárom, mert 14-27-re írt egyet, és már 26 van, úgyhogy várok itt egy percet, hát ha jön. És igen, itt van a vasútállomás előttünk, hát jó sokat kell várni a következő vonatra, úgyhogy bemutatni is lesz időm. És egyébként sikerült egy helyi járatos, vagy valami itteni buszt is elkapni. De lehet, hogy egyébként mind a kétszer ugyanazt. Mert gyanúsan hasonló volt, és hát mind a kettő szeretve volt, és a rendszáma is hasonlított, lehet szerintem ugyanaz volt. Rögtön látszik az a V+L parkoló. Igen, yeah, és ki is van használva, amit látjuk, mégis csak egy elővárosi nagyobb állomás. Tehát elég jó tele van biciklikkel, és arrafele pedig van a P+L parkoló, majd azt is megnézzük. Ja, maga a vasútállomás, itt tápjószer, ez a 120-ál vasútvonal mentén van. Budapest Nagykáta új 100 szólnak.
és már kicsit emelkedett a hőmérséklet, mert már olvad a jég, meg a hó, mint látjátok. És azért az is elég ritkaság egy edivárosban, és egy fedett biciklitároló van, és ez még az a része, ahol csak az állomási épületet újították föl, magát a pályaszakasz nem. De nézzel meg, itt van a felvételi épület, hogy ez látszik, hogy ez kapott felújítást. Igen, tehát hiányzó, hogy Nagy Kátáig a teljes vágányos épület felújítás volt a vonalon, viszont Nagy Kátály és Újszász között csak az épületeket, azt hiszem, talán még az sem mindenhol, meg a megállóhelyeket újították föl. És itt van maga a felvételi épület. Igen, akkor aztán működik benne, igen, ott mutatja a nyíl, hogy WC is van, ez a kapcsolókert mellette. Azt pedig szerintem a Bizbernek az épülete, a régi. Azért van maga tele kondikkal, mert a Bizbert kell hűteni. És igen, itt egy turista út is van egyébként, itt mellettünk, meg egy... Hát egy kicsit kopottasan, de itt volt a városnak a térképe. És itt van a busz megálló. Hova lehet innen eljutni, mindjárt megnézzük. Ceglédre lehet, Nagykátára és Tápiógyörgyére, Tápiószőlősre. Meg Újszilvásra. Jó, van szemetes. Hát remélhetőleg üdítik is. Nagyon tele nincsen. És itt van az Abonyi Sárga turista út is. Egyik állomása. Nyilván ilyen Újszilvás is, sőt Abonyig. És hát ennyi Tápiószele, hát ennyi látszik belőle. Ott az iparvágány, na, látjátok? Ezt a vonalat jártam be. És itt van a Tápiógyörgye fele vezető út, itt van, és itt van a temető is, amit tök, és ez pedig már a Transzelektro úgy áll, csak onnan már hiányzik a térkép, tehát végül is jól jöttem így, hogy hát nagyon jobb út nem biztos, hogy lett volna. Ezen az úton jöttem be, és itt kanyarodtam el. Tehát gyakorlatilag mutatom még egyszer, lehet, nem, hogy a kamera nem látta. Tehát így végig jöttem, és itt jöttem felfelé, és szerintem ennél rövidebb út nem lett volna. A vasútállomásig. Hát ezekből nem sokat láttam, mondhatni semmit. K plusz N, az a Kiss and Ride-nak a rövidítése, ezek ilyen gyors megállók itt az állomás előtt. Hát ez gyakorlatilag arra való, hogy itt annyi ideig szabad csak megállni, ameddig valaki kiszáll a kocsiból és ilyen megy a vonathoz. De egyébként ez az pedig a P plusz N parkoló, tehát az is látszik, hogy ki van ez használva. Ja, mégis csak a elővárosi vasútvonal. És itt van még egy busz megálló, nézzük meg, hogy ez hova megy. Már szerintem nem, hogy ugyanoda lehet eljutni. Ja, nem, el lehet menni Farmosig is. Például fog is majd jönni egy busz. 15-12-kor, amíg Farmosra megy. Nagykátai templomhoz is, de hát mi megvárjuk a vonatot. Főleg, hogy már vettem rá jegyet. És itt van maga a B+-szel parkoló. Látszik, hogy ki van azt használva, és akkor mindjárt szétnézünk az állomáson is. Vannak padok is. Egész sok ahhoz képest, és ráadásul nincs ennek szétverve, meg ellopva azért az ülőkéi, ezek valószínűleg vigyáznak rá. És bár van B+-szel parkoló, azért sokan láncolnak ide is bicikliket. És itt a váróterem, majd ide is benézünk. Gombnyomásra nem működő, ennyi nyílik. És tényleg. És tényleg ezért, hát ilyen sok helyen van, hogy így is, nem is fotocellás az ajtó, hanem így gombnyomásra működően nyílik. És ráadásul 0-24-ig nyitva van a váróterem, ez is azért ritkaság, hogy vonatmentes időben is nyitva tartják. Valószínűleg ez lesz itt a forgalmi iroda, de most nem megyünk be. Ja, vagy lehet, hogy itt lehet fölmenni a szolgáltatáshoz. És majd mindjárt azt távolról fogom csak megmutatni, onnan jobban látszik. Maga az állomás épületnek a vágányi felő része. És egyébként van egy széles peron, itt ugye az első két vágánynak nincs peronja. Ez valószínűleg a teherszállításra használt része. És itt ez a két úgymond utasforgalom számára is létező peron, a 3-as meg a 4-es vágány. És itt van egy széles peron.
meg vannak esőbe állók. Hát itt a túloldalra átjárás itt nincs. Az is látszik, hogy 595-ös szelvénynél vagyunk, és ugye a Tápióhölgy felőli oldal az arra van, egy fénysodompós átjáró, fénysodompóval kiegészítve, biztosított, mondhatni, és itt van maga az épület, tehát ott van a, ja, ott vannak a mosdók, forgalmi iroda, és valószínűleg az a másik, az a, az emeleti rész, az a feljárás, ott azok valószínűleg szolgálati lakások. Hogy lakják-e, vagy nem lakják-e, azt nem tudom. Itt a Tápió-Szent Márton felőli részén, nem, a következő az farmos. Ott is van egy biztosított útátjáró a másik oldalt, ott is fényes félsodompóval biztosított. És arrafele vannak még a... Igen, ott van egy rakodóvág, jól láttam, igen, ott. És a távol, mint a lenne egy rakodó? Ja, igen, azt majd a másik videóban fogom mutatni, az ott egy szolgálati lakás volt. Most úgy tűntik kívül, hogy már nem lakják, meg valószínűleg egy öld hely volt, mert régebben ott a fénysodompók előtt ott a sodompós átjáró lehetett, és annak azt kezelték onnan. És itt van a WC, szintén gombnyomásra nyílik az ajtaja. A férfi WC, női WC. Jaj, meg itt van a kazán is, valószínűleg a gázfogadóba. És pedig mozgássérült WC is, de az nincs itt van. Nézzük meg ezt. A felújított állomás, tehát igaz, az állból itt egész kultúrált WC van. Na, közérdekű közlemények már itt is vannak. Úgy látszik, alternatív szolgáltatásokat is nyújtanak itt. Működik, jó, a világítás is. És itt van a villanyóra, ami ráadású hagyományos. Na ez is érdekes, hogy felújított állomás épület, és hogy nem digitális villanyórát tettek ki. Hogy lehet, hogy ez nem is működik? Jó, hát... De. Csak megmutassam ezt, ennek a működését is. És nem fotocellás, hanem tényleg ez a gombnyomás nem nyílik. Van itt ez a gomb. Ezt megnyomom, akkor kinyílik az ajtó. És zseniális találmány egyébként. Ott fotocellásnak az előnye megvan, hogy teljesen feleslegesen nem fog kinyílni. Vagy hogy csak például elmenne lett-e valaki. Úgyhogy ha más nem, akkor erre tökéletes. Ez úgy látom, hogy... Ja, már jelent van a sodompó. Akkor hát ilyen valami. Aha, és be is mondta, hogy a negyedik vágányon áthalad egy vonat, úgyhogy ezt mindjárt meg is fogjuk nézni. És már ott is jön. Megvagy. Közben kicsit eljöttünk a pelón végén, és egy túra, ott vannak a lábnyomaim. Oké, tehát haladunk. Ez a szélső vágány, ez is ilyen teherforgalomra használt, főleg itt a két átmenő az ez meg ez. És ott is van egy szolgálati lakás, majd lehet, hogy korábban őt hely volt, mindegy, elsétálunk oda is megnézzük. És egyébként az 595-ös szelvénynél volt a pelón, és itt az 590-es, tehát 500 métert jöttünk. És ott a háttérben látszik is már biztosított útátjáró, és a fehéren villogó fénysodompunk. Meg a kijárati jelzők, ilyen hagyományos, itt is fényjelzők vannak, mint a 120 vonalon mindenhol. És akkor mindjárt nézzük ezt a
szolgálati lakást. De valószínűleg egyébként, hogyha volt is ott régebben sorompó, őrhely az nem itt volt, hanem kicsit még előrébb ott az átjárónál. Ez valóban szolgálati lakás. Vagy legalábbis az volt. Ez sem úgy néz ki, mint ami lakott. Mint itt amennyire be lehet lesni. Itt van egy lépcső fölfelé az emeleten, egyébként zárva van az ajtó. És csak lábnyomok. De nem emberi, hanem állati. Kicsit próbálnak itt átmászni. Melléképület, meg egy pottyantós rötyi. És gyakorlatilag ennyi. Már igen, a másik oldalt is. Így látom, hogy van itt egy kis bozót express. Kis bozót túra megint. Átmászunk egy csomó gazon. Szerencsére ez nem a szúrósabb fajta. Aha. És itt se tudunk bevenni. És itt jönnek a szúrósak ácok. Már hiányoltalak. Vonalbejárás elengedhetetlen kellékei a szúrósak ácok. Itt pedig egy erdő van a másik oldalán. Szépnek szép. Azon az úton tovább tudok menni. És szerintem el tudok menni az átjáróig. Úgyhogy akkor nosza. Akkor se kell a sineken mászkálni. Ezt nézzétek. Maga a táj az szép. És akkor innen nézzétek. Egy szolgálati lakás volt régebben. De akkor ezt szerint már nem lakják. Az emeleti részlet, tehát itt valószínűleg több. 3 vagy 4 lakás is volt. Melléképülettel, mindennel, tehát ott még állatot is tudtak tartani. Ott egy disznó, ott mellette van egy melléképület. Még azt meg tudjuk majd nézni, hát ha van ott valami. Közben itt vagyunk a váltókörzetnél. Innen még kiágazik egy iparvágány, odáig. És ott még van egy buszmegálló és a sinek mellett. Na, azt feltétlenül megnézzük. Na, és ezt nézzétek, itt megy egy iparvágány. Be ebbe az üzembe. Na, ugye megnézzük, hogy hol vezet. Ha sikerül ide bemászni. Igen, itt az úton keresztül megy. És van itt egy buszmegálló, és egy busz is jön mindjárt, úgyhogy ezt itt akkor le is tudjuk kapni. Közben itt látszik, hogy ez az Agroszen RT-nek a Agroszen Kft-nek a telephelye, és ide vezet be a vágány, de valószínűleg ezt már nem használják. És itt van még egy buszmegálló, igen. És ez is a neve a buszmegállónak, és egy vetőmagvállalat. És ott a háttérben bizony van egy átjáró. Fénysorompós, félsorompóval kiegészítve, ha jól látom. Mindjárt megnézzük, igen. Most addig nem megyek el, mert 20 perc volt a vonat, és még vissza kell érnem. Úgyhogy akkor most szépen visszasétálunk az állomásra, és akkor ez ennyi is lett volna. Maga tápjószere állomás bemutatása. Tehát a földön egy felsővezetéktartó oszlop, ez ugye újnak tűnik, tehát valószínűleg itt valamelyiket cserélni fogják vele. Közben időnként ránézek a fénysorompóra, hogy ha átvált pirosra, akkor nyilván jön valami. De hát látjátok, ez a vágány nem úgy néz ki, mint olyan, mint amit mostanában használtak. Nagyon az átjárója sincsen. Takarítva meghondozva, hát ez... Itt is teljesen ugye a havat sem takarították le róla. Úgyhogy szerintem ezt a vágányt már nem használják, de hát aztán, hogyha mégis használják, akkor majd írjátok meg. Az biztos, hogy... Hogyha használják, és akkor se túl gyakran. Úgyhogy akkor ez a kis tápjószele állomás bemutató rövid vlog az ennyi lett volna. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, hogy ha tetszett, akkor lehet lájkolni. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel.
ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. Ha valami, mit még hozzá akartok fűzni, vagy valamit kifelejtettem, vagy rosszul mondtam, akkor meg oda alá írjátok meg kommentbe. És egyébként ezt külön üzenem a 120-as vonal csoportjának, a törzs tagjainak is, mert hozzáfűzni valójuk biztos lesz, de az nem baj, legyen is. Ha valamit kifelejtettem, rosszul mondtam, stb. Írjátok meg. Esetleg a videó alá kommentbe, de ha a Facebookon megírjátok, akkor beírom a leírásba, és akkor szintén így meg lesz, úgyhogy. És mindegy, az a lényeg, hogy a pontos infókot legyenek. Az állomás másik végén van a transzelektrósi partvágány, amit egy külön videóba be fogok mutatni, mert azt végig sétáltam, és azon még van kiszolgálás, hogyha nem is gyakran. És mindjárt visszatérünk a peronhoz, akkor ebben egy negyed óra, és itt lesz a vonat is, azzal pedig vissza a keletibe. Úgyhogy akkor ez a videó, ez így ennyi lett volna. Köszönöm ismét, hogy megnéztétek. Sziasztok!